Időutazásra invitálták a hallgatóságot az Egri Csillag Szalon legutóbbi rendezvényén. A vendég Szőlősi György, a Puskás könyv szerzője, a Forfortú magazin főszerkesztője, előadásában Puskás Ferencről, Albert Flóriánról beszélt. Bemutatta Puskás című könyvét is, mely már 3 kiadást is megélt. Az először 2005-ben megjelent könyvet még abban az évben újra kellett nyomni. A könyv bővített kiadása közel 500 képpel és dokumentummal, valamint 1000 meccsjegyzőkönyvvel illusztrálja a Puskás életrajzot. Szőlősi György a magyar labdarúgás fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről, az utánpótlás nevelésről, valamint a magyar labdarúgás reális céljairól is beszélt. Szerinte a futball közösséget teremt, feladata, hogy nevelje az új generációt. A Bozsik program újraindításával és a TAO-s lehetőségekkel szinte minden magyar faluban van futballklub, edző és pálya, ezt meg kell őrizni. Szőlősi György az előadás végén dedikált a könyvét, majd az érdeklődők egy kötetlen beszélgetés alkalmával Gál Tibor borait is megkóstolhatták.